Best for Soil. Komposzt minőség. Hello, Jacques vagyok. A Philp kutatója vagyok, és több mint 30 éve kutatom a komposzt minőségét és felhasználását. Ma megmutatom neked ebben a filmben, hogyan lehet egyszerű módszerekkel értékelni a komposzt minőségét. Ennek célja annak meghatározása, hogy a komposzt milyen célra használható fel. Van itt egy komposzt mintám. Nagyon fontos, hogy a minta homogén legyen, tehát a teljes komposzt halmot képviselje. Ezért az előmintákat a teljes halomból kell venni, majd alaposan össze kell keverni az elemzés előtt. A komposzt minőségének jellemzésénél két tényezőt veszek figyelembe. Először az egyszerű kémiai méréseket használom a komposztálási folyamat során változó paraméterek, például a pH, a sótartalom és a nitrogén különböző ásványi formáinak, ammónium, nitrit és nitrát elemzésére. Másodszor növényekkel, pontosabban zsázsa felhasználásával készítek bioteszteket, hogy megnézzem ezen növények reakcióját, ahogy érintkezésbe kerülnek a komposzttal. Az egyszerű kémiai elemzéshez két kivonatot készítek. Az elsőt vízzel végzem el a komposzt sótartalmának méréséhez. A második kivonatot kálciumkloriddal készítem a pH és a komposzt által tartalmazott ásványi nitrogén, ammónium, nitrit és nitrát mennyiségének mérésére. 500 ml vizet adok ehhez a lombikhoz. Ezután 50 g komposztot adok a vízzel töltött lombikba. Ezután 500 ml kálciumkloridot adok a másik lombikhoz, és ehhez a lombikhoz is 50 g komposztot adok. Szorosan bezárom a lombikot, majd egy órán keresztül rázom. Most egy teljes órán át rázom a két palackot az 500 ml vízbe és kálciumkloridba kevert 50-50 g komposzttal. A komposzt pH-ját a kálciumklorid kivonatban szűrés előtt mérjük. A friss komposzt pH-ja általában 8 és 8,5 között, az érett komposzté 7 és 7,5 között változik. Most leszűröm a két kivonatot a következő elemzéshez. A vizes kivonatban megmérem a sótartalmat. A kálciumklorid kivonatban megvizsgálom az ásványi nitrogén, a nitrit, a nitrát és az ammónium különféle vegyületeit. A szűrés eltarthat egy ideig, akár 1-2 órát is, amíg az elemzéshez elegendő folyadékot kapunk. Ezért kell reggel elkezdenem az elemzést, ha nem akarok késő este végezni. Most már van elegendő mennyiségű vizes kivonatom, ezért meg tudom mérni az extraktum elektromos vezető képességét. Ez a komposzt sótartalmáról tájékoztat bennünket. Most már van elég kálciumklorid kivonatom, és folytatom a nitrit, a nitrát és az ammónium mérését. A nitrit elemzéssel kezdem. Ez a mérőkészülék a nitritek gyors meghatározására nagyon egyszerű és terepi körülmények között használható. Egy tesztcsíkot belemerítünk a kivonatba, majd beleillesztjük a készülékbe. 15 másodperc után az eredmény megjelenik a kijelzőn.
Ebben a kivonatban nincs a táblázat szerint érzékelhető mennyiségű nitrit. Ez jó jel. A nitrit azt jelezné, hogy a komposztban anaerob körülmények léptek fel, ami nem kívánatos. A nitrát elemzése kissé hosszadalmas, 60 másodpercig tart. Néhány másodperc alatt megtudom, mennyi nitrát van a kivonatban. Ez az érték felhasználható az 1 kg-os komposzt szárazanyag nitrát tartalmának kiszámításához. Az ammónia elemzése kissé bonyolultabb. Önts 5 ml kivonatot egy kis főzőpohárba. Ezután adj hozzá 10 cseppet az első reagensből, majd egy kanált, második reagenst a főzőpohárba. A második reagens feloldására szolgáló rázás után ismét csíkot használunk a teszt elvégzéséhez. A teszt hosszabb ideig tart, 8 percet igényel. A növényi bioteszthez zsázsát használok. Két különféle tesztet fogok készíteni zsázsával. Az első teszt a nyílt teszt. Kis, 9 cm átmérőjű műanyagedényeket használok. Ebben a tesztben a zsázsa reagál a komposzttal való közvetlen érintkezésre. A második teszt a zárt teszt. Ehhez a teszthez műanyagüvegeket fogok használni. Félig feltöltöm őket komposzttal, majd hermetikusan lezárom. Ebben az esetben a zsázsa nem csak a komposzttal való érintkezésre reagál, hanem a komposzt által generált gázokra is. Különösen, ha a komposzt még nem érett. Ezért a második teszt nagyon, míg az első kevésbé érzékeny. A vizsgált komposztot mindig összehasonlítjuk a referencia szubsztráttal, ahhoz, hogy az idő múlásával is stabil reakciót kapjunk. A referencia szubsztrát ásványi műtrágyával van dúsítva. A nyílt teszthez 3 edényt töltök meg a komposzttal, illetve a referencia közeggel. Ez biztosítja a teszt minőségét és megbízhatóságát. A zárt teszthez 500 ml-t használunk 1 liter térfogatú üvegedényben. Ezután mindegyik edénybe körülbelül 1 g zsárzsamagot teszek. Nem mérem a magokat, de kalibrált kanalat használok. A magokat az edény teljes felületén elosztom. A zárt tesztedényhez is 1 g zsárzsamagot adok hozzá. Fontos, hogy a magok az edény széle mentén legyenek, mivel ebben a tesztben meg fogom mérni a gyökér hosszát. Nyílt tesztben a növények tömegét, a zárt tesztben a gyökér hosszát fogom mérni. Az eredményeket pedig mindig a referencia szubsztráttal fogom összehasonlítani. Ez lehetővé teszi az év bármely szakában, nyáron vagy télen elvégzett tesztek eredményeinek összehasonlítását, annak ellenére, hogy a környezeti feltételek nem voltak azonosak. Ezután megfelelő mértékben megnedvesítem a komposztot, és hermetikusan bezárom az üvegeket. Természetesen ugyanígy a nyílt tesztnél. A vizsgálat szempontjából fontos, hogy az edényeket a magok csírázásáig, amely 24-48 órát vesz igénybe, műanyaggal fedjük le.
Ellenkező esetben a komposzt felülete kiszáradhat, és a mag nem csírázik ki. Ezt ezután pedig hibásan a komposzt minőségi problémájaként lehet értékelni. Fontos, hogy az edényeket elegendő fényben hagyjuk, de ne tegyük ki közvetlen napfénynek. Ellenkező esetben a tégelyek hőmérséklete túlságosan megemelkedik, és a növények nem növekedni, hanem megfőni fognak. Itt vannak a növények 7 nap növekedés után. Mint látod, a referencia hordozó a zsázsa nagyon jól nőtt. Ezzel szemben néhány komposzt, mint például ez a nagyon friss, gátolta a zsázsa növekedését. A másik oldalon, a sokkal érettebb komposzton a zsázsa elég jól megnőtt. A nyílt teszt értékeléséhez megmérjük a hajtások tömegét. 1 cm-rel a talaj felett levágom őket. A zárt tesztben itt láthatod a gyökér megfelelő növekedését a referencia szubsztrátummal, míg néhány komposzt szubsztrátummal sokkal kevesebb volt a növekedés. Ez a teszt sokkal érzékenyebb, mint a nyílt teszt. Az értékeléshez megmérem a gyökerek átlagos hosszát. Ezután kiszámolom a gyökérhossz százalékát a referencia hordozó arányában. A teszt eredmények értelmezéséhez a Best for Soil-nak a komposzt minőségével kapcsolatos adatlapján találsz referencia értékeket. Ez az adatlap szabadon hozzáférhető a Best for Soil weboldalán.